kitöltött csokonai párzsát értem-e már, vagy még csak élvezem? Szonett harmata, balzsamír. A Szarvas Gábor Adai mellszobránál megtartott koszorúzási ünnepség kezdetén az Adai Műszaki Iskola tanulói adtak alkalmi műsort. Lajkó Sára, a műszaki iskola igazgatóhelyettese köszöntő beszédet mondott, amelyben kiemelte, Szarvas Gábor fáradhatatlanul küzdött a magyartalanságok, az idegenszerű fordulatok, az erőszakos nyelvújítás és a rosszul alkotott szavak ellen. Igazi őre volt nyelvünknek, akinek nagysága abból is látszik, hogy a nyelv ügyét közügyé tette. És minél szélesebb körben a nyelv tisztaságának védelmezését, az anyanyelvi felelősségtudat kialakítását szorgalmazta. Az ünnepség folytatásában az egybegyűltek megkoszorúzták az adai születésű nyelvész köztéri szobrát is. A koszorúzás után a Szarvas Gábor könyvtár kiállító termében ünnepélyes keretek között nyílt meg az Ott látok egy aranyágat, Archaikus népi imáink nyelvi világa című kiállítás. Ezeket, ha elolvassák, a szövegük igyekszik szép lenni, könnyen érthető, a vizuális, a látvány ezzel összhangban igyekszik lenni, tehát hogy könnyen megszólítsa a ma emberét olyan nyelvi szépségekkel, ami egyáltalán nem tudatosul benne, és ennek olyan történelmi rétegeivel, ami meg végképp nem tudatosul benne. Felküldtem én bűnös ágyamú, kimenék bűnös ajtó melejbe, kimocsózám bűnös bűnjeimből. Feltekinték magos mennybe, ottan látán fehér káplonecskát. A programsorozat folytatásában az Adai Községháza dísztermében a Nyelvi Norma címmel tartottak tudományos tanácskozást. Neves hazai és külföldi szakemberek tartottak előadásokat az egybegyülteknek. Igen, kényes és érzékeny téma, mert a nyelvi norma kérdésével kapcsolatban rendkívül sok egymásnak ellentmondó nézet, vélemény, felfogás uralkodik, és én úgy gondolom, hogy nincs is igazán olyan tökéletes közmegegyezés ebben a kérdésben, illetve módosul a nyelvi normára vonatkozó felfogás. A szervezők sikeresnek értékelik a Szarvas Gábor nyelvművelő napok idei rendezvénysorozatát. Abban bíznak, hogy jövőre még nagyobb érdeklődés mellett tarthatják majd meg a több évtizedes múltra visszatekintő eseménysorozatot.